Több földutat is kiavítottak az elmúlt időszakban a Görbeéri tavaknál, így a Görög, a Sóderos és a Görbe utat is. A Bátortábor felé vezető földutat pedig kavicssal szórták le. Régóta rossz állapotúak voltak ezek az utak, nehezen lehetett itt közlekedni, méltatlan körülmények uralkodtak itt. Ez a Görbeéri rész, ez egy üdülős övezet, tehát itt a, az emberek üdülőt építettek, és úgy hozta a sors, hogy nagyon sokan megkedvelték ezt a csendes, nyugodt környezetet, és szerűen itt laknak. Ildomos volt nekik az utat megcsinálni, mert a nagy nehéz gépek kikátyúzták, kigödrölték, és így meg lehet nekik csinálni közel 12 milliós forint értékben. Az önkormányzat idén is több földút rehabilitációját végezte el, ugyanakkor a jövőben is tovább folytatnák ezt a munkát. Emellett az itteni turizmust is erősítenék. A városban a turizmus az egy stratégiai ágazat. A turizmus, és ezen belül szeretnénk majd a jövőben a horgászturizmust is megerősíteni, hiszen ezek a tavak rendkívül látogatottak, és arról nem is beszélve, hogy a vadászati múzeumban lévő országos pontrekord Pont, az innét a 60. kavicsbánya tavakból származik. Tehát a jövőben szeretnénk a horgász turizmust erősíteni, és szeretnénk azt, hogy minél többen fedezzék fel ezeket a szép tavakat, és minél többen látogassák meg ezeket a tavakat, és így 60 is minél többen látogassák. A horgászat nagyon népszerűnek számít a városban és a vonzás körzetében. Körülbelül 2000-en járnak ide rendszeresen. A 60. görbétő halgazdálkodás, a 60. horgász egyesületnek a, a, kezelésében van, 2030-ig fogjuk kezelni ezt a vizet. Az éves egyes létszámnak közel 300 embert érint, illetve 150 közötti létszámú gyerekközösséget. Baranyi Béla sok időt tölt itt, szeret horgászni, szinte rajong ezért a környezetért és a természetért. Így nagy örömmel fogadta a mostani felújításokat. A tábor felüli út az hosszú időn keresztül alig járható, szinte ártatlan volt. Most már hál' Istennek olyan, hogy tudunk rajta járni, ki tudunk menni horgászni ugye a betontóra. Ugye Itt a másik, a 32-es út felüli bejövő földút, az is szintén megszépült, megújult, úgyhogy nekünk nagyon-nagyon a segítség ez a, a horgászoknak, hogy meg tudjuk közelíteni a tavakat, tavainkat. Most több mint 15 ezer négyzetméterre javították meg az utakat a Görbeérnél.